mintha egy speciális tornaverseny költözött volna ki a szabadba. Legalábbis hasonló gyakorlatokat láthattak azok, akiket a megyeszékhelyen bemutatkozó street workout betűt késztetett megállásra a városközpontban. A saját testsúlyos edzésformára épülő sporták képviselői Newton, Korláton és Talajon mutathatták be gyakorlataikat. A 2016-ban alakult Nyír egy Flow Egyesület a megyében egyedüliként foglalkozik a tengeren túlon kitalált sportággal. Amerikából indult ez a sportág, igazából saját testsúlyos edzésformára épülő látvány, illetve extrém sport, ahol a versenyző zenére egybekötve statikus és dinamikus mozdulatokat mutatnak be, és ezt a zsűri ugye értékeli, és most ezt egy párbaj alapú rendszeren láthatják az emberek. Nagyon fontos a stílus, akrobatikus és statikus mozgáselemek vannak benne. Az elmúlt 3 évben feltörekvő sportágnak számít, ugye próbálják a versenyeket is minél magasabb színvonalon megrendezni, most mi is erre törekedtünk, úgyhogy reméljük, hogy mind a versenyzőknek, mind pedig a közönségnek tetszik az, amit látnak. Pál Vilmos elmondta, szeretnék, ha minél többen kipróbálnák a sportágat, amelyhez nem árt némi előképzettség, de kitartással akár a nulláról kezdve is eljuthat valaki egészen magas szintre.